1-2-1-2, sziasztok, sziasztok, köszöntök mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Ez itt a Gyergyói Széken Rádió, a rádió, mely a szívetekhez szól, én pedig Robert lennék. 2016. június 13-a van, és elkezdődik a Gyergyói Széken Rádióban a Molnár Zoltán műsor, ahogy már be is volt harangozva, már jó néhány napja. Pontos időnk 20 óra és 32 perc van székelyidő szerint. És akkor lassan-lassan kezdődik a műsor, és kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást, szép estét, és nyugodtan lehet kérdezni Molnár Zoltántól a rádió főoldalán. Tegyétek meg, hogy minél jobban megismerjük őt. Gyergyói Széken Rádió, a rádió, ami a szívetes szól. És elérkezett az a pillanat, kedves rádió hallgatók, hogy kapcsoljam Molnár Zoltánt ide a Gyergyői Széken Rádióba élő egyenes adásban, és beszélgessünk el, szó is a telefon. Halló, halló, szép estét! Szép jó estét kívánok mindenkinek, üdvözöllek, Robi, üdvözlöm a Gyergyői Széken Rádió vendégek, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök ezen a szép, mondhatom azt most már napos kora estén, ugyanis itt nálunk Dunaújvárosban, ahol én élek, ez itt egész nap szakadt az eső, de minden kiderült, hiszen jó idő van, hiszen itt vagyunk a Gyergyói Székely Rádióban. Parancsoljon! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, nagy öröm. Szívesen. Egy bemelegítő kérdés, hogy vagy, hogy telt a mai napod, mit csináltatok? Mit csináltunk? Nagyon-nagyon jól vagyok, köszönöm szépen, főleg, hogy itt vagyok veletek a rádióban, tehát amikor én a hallgatóimmal vagyok, akkor azt kell mondjam, hogy mindig nagyon jól vagyok. A napom az nagyon egyszerűen telt, szinte egészen idáig én aludtam, hiszen péntek, szombat, vasárnap én végig zenekarral zenéltem. Pénteken Dunaújvárosban zenéltünk, szombat, vasárnap pedig Felvidéken, Szlovákiában, Zsigárdon játszottunk a 22. Zsigárdi napokon, aztán másnap pedig egy nemzetközi fogadhajtó verseny volt ugyanúgy Zsigárdon egy másik helyszínen, és ott zenéltünk, úgyhogy én valamikor reggel értem haza, és végig aludtam a napot így. Hát biztos nagyon-nagyon fárasztó volt kelet is a pihenés, az alvás. Hát azt kell mondjam, ez ilyen kellemes fáradtság. Hát igen. Amit szeret az ember csinálni, az abba nehezen lehet elfáradni, mondhassuk így is, ugye? No, hát szaladjunk vissza a kezdetekhez. Mikor és hogyan indult a zenei pályafutásod? Ó, a zenei pályafutásom, hát ez azért egy érdekes dolog, igazából én nem is zenésznek készültem. Hát azt kell mondjam, leginkább talán úgy tudnám legjobban megfogalmazni, hogy elég sok zenész volt a családban, és valahogy úgy alakult ez, hogyha majd a gyerek zenész akar lenni, vagy ez a pályára hivatott, akkor majd úgyis zenész lett belőle. És igazából én nem zenésznek készültem, hanem van egy más szakmám. Igazából én bőripart tanultam, és minden, ami a bőrrel kapcsolatos, a cipőipar, meg minden más egyéb dolog, táskakészítés, minden, ez a szakmám. Egy darabig ebben dolgoztam, de hát az a helyzet, hogy én valójában, sokan ezt nem tudják még, hogy én Délvidékről származom, és én igazából Szarajevóban éltem még anno, annak idején, amikor még Jugoszláviának hívták azt az egész területet, és ott ért engem a háború, aztán én elkeveredtem Németországba, ide-oda, amoda, és akkor gyakorlatilag 1992-ben kikötöttem itt Magyarországon, és valahogy úgy alakult, hogy hát talán azt mondjam, hogy a legkézenfekvőbb, hogy én valahogyan el tudjak kezdeni létezni anyagilag, a zene volt a legelérhetőbb számomra, és akkor mégiscsak elkezdtem zenélni, és gyakorlatilag én 1992 óta mindenféle zenekarokban nem énekes voltam elsősorban, hanem szaxofonos zenész. Hú, hát elég bonyolult. Igen. Jó. Ebből sajnos az is kiderült, bocsáss meg, Robi, hogy szabadba vágok, hogy én már nem 18 éves vagyok. Hát igen. Jó. És még csak most indul majd talán a karrierem, ami az énekesi pályát illeti. Hát én sok sikert kívánok, kitartás és sok-sok sikert. És még sok évet a zenei pályán. Köszönöm. Gondolkodtál-e azon, hogy legyen egy művész neved? Ugye most nincsen.
gondolkodtunk ezen, képzeld el, hogy zenekarban, akikkel ma is járok nagyon sok felé, egyébként ők egy nagyon jó magyarországi parti zenekar, a digitál együttesről mindenképpen szót kell ejtenem. Felvetődött, ők ajánlották a zenekar vezető, hogy legyen valami művész nevem, és hát felmerült egy ilyen, hogy legyek Zézoli. Zenezoli, Zézoli. Aztán az az igazság, hogy a stúdió van, aki a dalaimat felveszi, egy nagyon-nagyon jó barátunk, egy nagyon jó szakember, Subesz Tamás barátom azt mondta, hogy valahogy ezek a dalok, ezek többek annál, mint hogy csak igazából mulattatunk, és ő azt gondolja, hogy maradjak én egyszerűen Molnár Zoltán, mert nem csak mulatós dalaim vannak, te ezt már jól tudod, hiszen hallgattad a dalaimat. Vannak olyan dalaim is, amik a mulattatáson kívül inkább nagyon komoly mondani valóval rendelkeznek, és ő azt mondta, hogy maradj meg te Molnár Zolinak, mert egy Zézoli az nem biztos, hogy teljesen fedi majd azt, amikor valami nagyon komoly mondani való lesz, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem lesz művész nevem, de el szoktam mondani, hogy akik nagyon szeretnek engem, a legfőbb ember engem egyszerűen csak Zolikának hív. Na rendben. Szoktam mondani, nyugodtan hívhat Zolinak, Zolikának, bárki, bárhogyan. Én mindenkit nagyon szeretek. Rendben, Zolika, erre a kérdésre adott válaszodat köszönjük szépen. Menjünk tovább, egy következő kérdés. Milyen rendezvényeken szoktál fellépni? Milyen rendezvényeken szoktam fellépni? Erre is elég egyszerű a válasz, bár összetett mondatban kell válaszoljon. Hát leginkább az elmúlt 24 évben, amióta itt Magyarországon élek, leginkább lakodalmakban játszottam. Meg mindenféle ilyen falunapokon az elmúlt 5-10 évben egyre inkább ilyen falunapok, meg városnapok, városrészi napok vannak itt Magyarországon, céges bulik, tehát ezeken zenéltünk leginkább. Annyi a változás most az utóbbi egy évben, hogy tavaly úgy döntöttem, hogy igazából ki szeretnék lépni abból a szerepkörből, hogy zenekarban zenész vagyok csupán, ugyanis 1984-ben írtam meg az első dalomat, és körülbelül 100 dal megírtam azóta, és hát ez igazából, ha most nagyon utána számolok, akkor az már olyan 32 éve volt, ugye? Az igen. Számolni, és tavaly úgy döntöttem, hogy jó lenne elővenni a fiókból ezeket a dalokat, és jó lenne saját dalokat felvenni stúdióban, és ezeket játszani, énekelni, és gyakorlatilag, hogy röviden válaszoljak mégis a kérdésedre, tavaly felvettünk 2 albumnyi anyagot, ez 23 dal, 22 dalt jelent, az egyik albumon 12 saját dal van, a másikon pedig 10, és most igazából az utóbbi időben egyre inkább ezeknek az előadásával foglalatoskodom, és gyűjtöm a, hát mondjam, rajong, nem szeretem ezt, hogy rajongói kört, mert igazából nem tartom magam semmilyen szárnak, egyszerűen énekelek mindenféléről az embereknek. Tehát gyűjtöm azokat az embereket, akik szeretik a dalaimat, és egyre inkább van, egyre több felkérés, ez leginkább már a jövő évre van, mindenféle ilyen városrészi napokra, falunapokra, különféle fesztiválokra. Úgyhogy azt gondolom, hogy leginkább a jövő évtől megváltozik nagyon a zenei pályám. Az remek, nagyszerű, sok sikert. A zenei alapot ki szerkeszti, ki a szerző? Hát gyakorlatilag a magát, a szöveget, a zenét, mindent igazából én csinálok. A segítséget, a legnagyobb segítséget viszont természetesen azt nem bízok a véletlenre. Subesz Tamásnak hívják azt az úriembert, akinél nagyon nagy szerencsémre, nagyon nagy mákomra, hogy így mondjam, Dunajvárosban tudok vele dolgozni, hiszen neki itt van a stúdiója, és azt kell mondjam, hogy hát véleményem szerint Magyarország egyik legprofibb stúdió szakembere ő. Egy fiatal úriemberről beszélünk, mégis hatalmas tudással rendelkezik, és nála születnek meg véglegesen ezek a dalok. Hát hozzá kell tegyem, hogy mivel majdnem minden csak ővele csinálunk, ezért hónapokba telik, mire egy lemez megszületik. Előbb említettem azt, hogy egyébként 2 lemez született meg, 2 album, az egyik albumot viszont nem csak a stúdió zenész Subesz Tamásnak a segédletével, hanem a már általam említett zenekar, a digitál együttesnek a vezetőjével, egy kitűnő gitárossal, Horváth János Dagival raktuk össze, úgyhogy gyakorlatilag a két lemez el is üt egymástól.
ami tudatosan lett így kialakítva, hiszen azt szeretném, hogy minden sokszínűbbek legyenek a dalok. Így van, pontosan. Említetted ugye, hogy régebben elég sok zenekarban megfordultál, mint szaxofonos. Melyek voltak ezek a zenekarok? Mi ismerjük? Nagyobb zenekarok voltak, híresebbek? Nem voltunk olyan híresek. Igazából nem túl sok zenekar, csak nagyon hosszú ideje, tehát gyakorlatilag 1992 óta, nagyon sokáig, több mint 10 évig sajnos meghalt sógorommal. Azóta elhunyt sógorommal játszottunk, és utána játszottam a digitál együttesben, akikkel most is játszom a 90-es években. Aztán utána egy darabig nem is zenéltem, hanem teljesen polgári szakmában dolgoztam, és utána volt egy zenekar, akikkel szintén nagyon szerettem zenélni, mai napig időnként együtt játszunk, ők az úgynevezett FK zenekar. És most gyakorlatilag tavaly március óta ismételten a digitál együttessel járok fellépni leginkább. De már említettem, a legnagyobb szívem vágya az, hogy tudjak teljesen önállóan koncertezni. Tehát szóló énekesként. Igen, szóló énekesként ez annyit jelent, Robi, hogy valójában a zenei alapokat úgy is megcsináltam, hogy nagyon sok helyen úgy kérik a zenét, mert hogy is mondjam, a műsor szerkezetét nagyon sokszor úgy rakják össze egy-egy falunapon, vagy városrészi napon, vagy céges buliban, hogy nincs arra idő, hogy zenekarok felpakoljanak, meg lepakoljanak, hanem az énekes viszi a zenei alapot, és csak ráénekel, tehát az ének megy élőben. Pontosan. És igazából ezt szeretném leginkább majd, de van olyan tervem, hogy zenekarral is koncertet majd külön. Tehát akkor kétféle koncertet lehet majd rendelni. Igen. Nagyszerű. Milyen országban volt eddig fellépésed? Hát eddig országokban voltunk most, mint mondtam, Szlovákiát mindenképpen nem hagyhatom ki. Szlovákiát inkább úgy mondanám Felvidéket, mert itt a környező országok, ez nekem mind Magyarország. Most rátapintottál még egy nagy dologra, nagyon fontos nekem az, hogy gyakorlatilag én magyar ember vagyok, és körbe-körbe Magyarországon kívül mindenhol magyarok élnek. Hát Szlovákiában, vagyis Felvidéken játszottunk jó párszor már, most idén koratavasszal játszottunk horvát tengerparton például. Ezen kívül van egy nagyon fontos dolog, Magyarországon játszottunk még, természetesen mivel én Délvidékről, Vajdaságból származom, én ott is sokat játszottam, és nagyon nagy álmom az, hogy majd valamikor nagyon sokat tudjak játszani Erdélyben. Tehát eddig Erdélyben még nem volt... Nem, hogyha elárulhatok neked egy nagy titkot, még csak nem is múltam Erdélyben, viszont rendemetesen nagyon szeretnék oda eljönni. Várunk. Hát, persze, nincs olyan messze, össze kell szervezni a dolgokat, és lehet egy erdélyi turnét is. Igen. Ez egy jó ötlet. Na ja. Koncertezés, kirándulás, össze lehet a kettőt hangolni, nagyon sok szép táj van errefelé, hely. Azt mondják, hogy a legszebben. Így van. Tegnap például én túrázni voltam, Székely-Varságon voltam, itt a keleti Kárpátokban, gyönyörű volt. Mondhatom azt is, hogy akkor nyugodtan ajánlhatjuk Erdélyt is, nem csak a dalaimat itt a hallgatóságnak, igaz? Így van, pontosan. Következőkben azt kérdezném, hogy feldolgozásaid vannak, vagy lesznek? Nincsenek feldolgozásaim, nem szeretnék. Mint említettem neked, olyan sok dal van itt a fiókban az elmúlt 30 néhány évben összegyűlve, hogy igazából azokat szeretném kiadni, minél többet lehetőség szerint. Ezt azért mondom így, hogy minél többet lehetőség szerint, mert ahhoz, hogy jó minőségben megszülessen és úgy szóljon egy dal, ahogy én magamtól elvárom, tehát ami nekem már megfelelő, az nem 2 forintba kerül, de van egy jó hírem, most az anyagiakat elő tudtam teremteni arra, hogy valójában jövő februárig 2 újabb lemezem, 2 újabb album megszületik, az egyik albumon 12 dal lesz, a másikon pedig 11. Ez azt jelenti, hogy igazából úgy jövő februárig legkésőbb 45 dalom lesz már,
és a jövő évben nem is szeretnék albumot kiadni, hanem nagyon-nagyon fel szeretném futtatni ezeket a dalokat, hogy minél több emberhez eljussanak a dalok, gyakorlatilag a marketinggel szeretnék majd foglalkozni. Hogy ténylegesen, mint már említettük, hogy minél több helyre tudjak menni koncertezni, egyedül vagy zenekarral akár. Így a marketing az nagyon-nagyon fontos, de összejön lassan-lassan, mindenki alakul, és összerakódik a képe. Mi itt fogjuk játszani a dalaidat, hallgatók is nagyon-nagyon szeretik, tehát örvend. Nagyon-nagyon hálás szívvel hallom, és nagyon-nagyon köszönöm nektek. Úgy neked, mint a hallgatóknak. El kell mondjam, nagyon-nagyon jók a visszajelzések, ez többet ér nekem mindennél. Ugye a reklámba összeraktam 5-6 dalt, és ugye egy kis ízelítést nyerhettek a hallgatók, mert játszottuk folyamatosan a reklámot is, olyan is volt, hogy utána kerested a YouTube-on, vagy tőlem kérdeztenek, hogy mi is a címe, hogy van pontosan a dal, hogy tudja meghallgatni teljes egészében. Na igen. Egy következő kérdéssel készültem még. Videóklipet van, vagy tervezel? Videóklip, egyetlen egy olyan videóklip van, ami szószoros értelmében vett videóklip, ezt tavaly vettük fel. Mégpedig mondom, arról a lemezről, amit az általam már említett Horváth János Dagival kitűnő gitárossal készítettünk, van rajta egy dal, a Csak így esett című. Ennek készítettük el legelőször a videóklipjét, azt is elmondom, miért említettem egy fél mondattal neked azt, hogy igazából én elég sokáig a sógorommal zenéltem, aki sajnos meghalt, és az ő emlékére szól azaz egy dal a CD-n, és úgy gondoltam, hogy igazából mindenképpen ezt a dalt szeretném legelőször klip formájában is megjelentetni, úgyhogy tavaly óta ezt meg lehet találni, bárki felmegy a YouTube-ra, de írja Molnár Zoltán, Csak így esett, és hallgathatja, ez egy gyönyörű lírai dal. Azt tudom mondani, mindenki fogadja majd sok szeretettel. Meg fogjuk hallgatni a beszélgetés után ezt a dalt, hogy a kedves hallgatók is ismerhessék meg. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy készítettem még egy olyan, hát azt mondják a hallgatók, hogy jó lett a klip, holott az nem klip, azt én készítettem egy nagyon érdekes úgynevezett PowerPoint programmal, nem szoktak videóklipeket már ilyen programmal gyártani. Azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten az már egy elavult módszer, mégis nagyon érdekessé tette a klipet, hogy valójában vannak úgynevezett lyric videók, ahol a szöveget szokták beadni a zene alá, én az nem csak zenét, hanem a képeket is összevágtam, és olyan sűrűn váltakozik a szöveg meg a képek, hogy olyan nagy mozgás van a klipben, ami végül is klipbe állt össze, hogy olyan hatása van, mintha filmet néznének, de azt kell mondjam, hogy ez mégsem az, hanem ez egy egyszerűen ilyen diákból álló dolog, de valami nagyon jó fogadtatása lett, tetszik az embereknek, nem egy szokványos, tehát mostanában ezt így nem használják, úgyhogy azt kell mondjam, hogy van egy teljesen hagyományos értelemben vett klip, amit már említettem a lassú dalra, és ez pedig egy másik, a második lemezemről, egy másik dalhoz, annak az a címe, hogy hirtelen mi is a címe neki. Azt mondják, Pesten élni, de szép. Tehát arra a klipre, arra a dalra készítettem ezt a nem klipet, de mégis úgy élik meg, mintha klip lenne. És akkor a klippekkel kapcsolatban, hogy teljesen kimerítsem a kérdésedet, most a júniusban fogok csinálni, majd még egy dalhoz, mégpedig a második lemezemnek a címadó dalához klipet, aminek az a címe dalnak, hogy Álmodtam egy nagyot. Ennek egyik részét majd szintén Olaszországban fogjuk felvenni, a másik részét pedig itthon Magyarországon. Na, és természetesen tervezek idén még egy-két klipet, majd meglátom időben, hogy fér bele, hiszen említettem, hogy 23 dalt is el kell vennünk stúdióba, és közben azt se felejtsük el, hogy főleg nyáron rengeteget fogunk zenélni az általam már említett digitálzenekarral is, meg Kitartást, és összejön lassan-lassan. Egy utolsó kérdése beszélgetésben, hogy tovább jó jövőbeli tervek, mit lennének az, ugye a szolóénekesi pályafutás mellett, és még... Hát,
A terveim, igazából a szólóénekesi pályán kívül nincsen semmi, azt szeretném, csak a zenével szeretnék foglalkozni, semmi mással is. A legfontosabb az, hogy a marketinget nagyon-nagyon profin összehozni, hogy minél hamarabb, hogy úgy ismerté váljanak a dalok, minél több helyen játsszák, minél több helyen megismerjenek, ezt tartom most legfontosabbnak. És ami nagyon fontos igazából, inkább a marketingen belül azt szeretném, hogy hát ez furcsa, mindenki sztár akar lenni, én nem sztár szeretnék lenni. Én az a zenész szeretnék lenni, akiből mindig azt érezzék majd a hallgatók, hogy nem sztárkodni akarok. Én egy olyan ember vagyok, aki voltam már cipész, voltam már segédmunkás, voltam már hentes, voltam már szakács, nagyon sok minden voltam, és nagyon sok mindent megéltem azzal az emberrel, aki cipész, aki segédmunkás, aki hentes, akinek anyagi gondjai vannak, aki jól él. Tehát egyszerűen az az ember szeretnék lenni, aki különféle rétegű, problémájú, szakmájú, nemű emberekhez a saját problémáikról énekel szívből, tisztán, őszintén. És igazából ezt a marketinget szeretném nagyon véghez vinni, hogy azt érezzük, hogy van valaki, aki igazából nem is sztár akar lenni, hanem csak nekik akar szívből énekelni. Nagyszerű. Ez a legfontosabb dolog, amit szeretnék. Nagyszerű, pompás. Köszönjük szépen, esetleg még ha valamivel ki szeretnéd egészíteni ezt az első beszélgetést, valamit nem kérdeztem meg, de szeretnék szót ejteni róla, nyugodtan. Igen, egy mondatot. Nagyon szeretlek, nagyon szeretem a hallgatóságomat, úgyhogy mindenkit nagyon szeretlek itt, aki itt van ma. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, azokat is, akik az elejétől hallgatják a műsort, és azokat is, akik esetleg csak most kapcsolódnak be. Én Molnár Zoltán vagyok, a YouTube-on nézzenek, nagyon sokat nézzenek, jöjjenek fel a Facebookomra, hogyha már ez így adva van, hogy itt erről lehet beszélni. Nyugodtan. És kövessenek, hiszen születnek majd a dalok, nagyon sok dal születik, és mindig szívből szól. Ennyi szerettem volna hozzá. Köszönöm szépen, és akkor két dalt játszok le, és utána jönnek a hallgatói kérdések, és azokkal kapcsolatban fogunk még beszélgetni. Kérdezek, te válaszolsz. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm, tehát nyugodtan lehet kérdezni, kedves rádió hallgatók. Tehát akkor jövök vissza a két dal után, addig is szép estét! Gyergyói Széke Rádió, a rádió, ami a szívetes szól. És elérkezett az a pillanat újra és újra, hogy tárcsázzam Zoltánt, és a hallgatói kérdésekre válaszoljon, és róla legyen egy jó kis tartalmas beszélgetésem. Tehát hívom én sem a vonal túlsó végén újra és újra Molnár Zoltán, és köszöntöm az újra érkező rádióhallgatókat. Halló! Itt vagyok, sziasztok ismételten! Köszöntelek újra és újra, itt egy Egyvés Széke Rádióban gyülekezünk. Egyre többen hallgassák a rádiót, jelenleg 30-an vagyunk egyszerre. Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel. Érkezett néhány kérdés, amire kíváncsiak a kedves hallgatók. Az első kérdés így szól, hogy mennyi volt a legkisebb és a legnagyobb közönséget koncert? Alatt. Hát a legnagyobb közönségem az, hogyha úgy minden igaz, ha jól számolták össze, azt mondták Dunaújvárosban, ez még a 90-es évek közepén volt, zenekarral játszottunk, talán 25 ezer ember volt akkor azon a koncerten, amiről éppen beszélek. Az szép. És a legkisebb? Hát a legkisebb, játszottam már 6-8 fős közönségnek is. Tehát valami zárt körű rendezvény lehet. Igen, ez zárt körű ilyen születésnapi új volt, hozzá kell tegyem, hogy igen, elit társaság volt ettől függetlenül. Szuper. Hogy fogadtak szülőhazádban, szülővárosodban, amikor ott léptél fel? Teljesen őszinte leszek, mióta szólókarrierbe kezdtem, én nem léptem fel otthon. És az együttese? Együttessel pedig nagyon-nagyon régen, amíg a 80-as években játszottam utoljára, sőt saját zenekarom is volt ott, de az inkább azt kell mondjam, hogy hagyományosan lakodalmakba jártunk akkor. Természetszerűen jól fogadták. És tervezed, hogy most a közeljövőben, hogy ott szervezzék koncertet, fellépjél?
mindenképpen tervezem, hiszen nagyon sokan jelzik az interneten keresztül is, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy nagyon szeretnék, hogyha otthon is élőben hallanák a dalaimat. Nagyszerű, tehát megint a szervezésem múlik. Így van, így van. Szeretnél tengeren túlra eljutni? És ott koncertezni? Hát, ez szinte legyen, mindenhová szeretnék eljutni, de csak olyan helyre, ahol szívesen látnak engem. Vagy szívesen hallanák a dalaimat. El kell mondjam, hogy már most érdeklődtek mégpedig New Yorkból, hogy esetleg, hogyha el tudnák intézni azt, hogy minden jól lefolyjon, tehát hogy meghívó levéltől kezdve mindent, hogy akkor elmennék-e egyedül vagy zenekarral, elképzelhető, hogy ez is valamikor nagyon belátható időn belül létrejön. No, hajrá, hajrá, hát mi szorítunk, hogy összejöjjön. Nem voltam még sosem tengeren túlon, úgyhogy én is különösen is örülnék neki. Nagyszerű. Bocsáss meg, hadd mondjad még, hogy minden fellépésnek, minden felkérésnek nagyon örülök. Mindegyiknek, mindegy, hogy csak egyszerűen 5 ember van, vagy 500, vagy 50 ezer, lesz teljesen minden fellépés nagyon-nagyon nagy szeretettel. Én mindig ugyanúgy csinálok meg. Mindegy, hogy mennyi a közönség, hiszen egy embernek is ugyanúgy kell énekelni, mint egy milliónak, azt hiszem. Így van, pontosan, szuper. Csak magyar dalokat fogunk hallani tőled, nem lesz más, például angol, vagy hasonló? Nem szeretnék, sőt, mint említettem neked, igazából zenekarral, mikor járunk ezzel a parti zenekarral zenélni, akkor természetesen énekelünk mindenféle dalokat, még el kell mondjam, hogy most a legnagyobb keletje Sandu Csorba féle daloknak van, ezt tudjátok, ez románul és cigányul énekelnek ők. Magyarországon is valami hihetetlen népszerűségnek örvendenek ők, és például még az ő dalaikat is játszunk, de énekelek szerbül is, énekelünk angolul is. Hogyha igazából rám van bízva, akkor igazából csak az én, és nem csak az én előadásom, nem csak magyar dalokat, hanem kifejezetten az én általam írt dalokat szeretnék. Hát igen, gondolom, a lakodalmakban nagyon sok zenét kell játszani, feldolgozás, más... Ott mindent kell játszani, mindent. Így van, tehát ott színes a paletta. Kedvenc énekeseid, együtteseid vannak-e, és ha vannak, miért pont azok? Vannak, nagyon sok van. Azt kell mondjam, hogy egyébként nagyon érdekes a dolog. Az én dalaim, amiket most saját magam is szeretnék kiadni a közeljövőben is, meg amik megszülettek is, ezek inkább a szórakoztató, könnyedebb műfajhoz tartoznak, de nem csak ilyen stílusú zenéket hallgatok, hanem mindenféle zenét. Hallgatok a rap zenétől kezdve a komoly zenéig mindent. Mindent. Kedvenceim, nagy kedvencem, hát most mondok egy érdekeset, van egy makedón énekesnő, úgy hívják, hogy Esmar Ecepova, bárkinek mondom, nem igazán ismerik őt, nekem ő az egyik nagy etalon, nagy emberileg is egy nagyon nagyra tartott valaki általam, nagyon szívesen hallgatom a balkán zenéket, szívesen hallgatom a magyar zenéket, a magyar népzenét, de szívesen hallgatok például Quimbit, sok mindenféle zenét. Az nagyon-nagyon jó. Magyar nótákat is, mindent. Szuper. Rock zenét is, mindent. Igazából azt szoktam mondani, hogy minden zenéből azt, amit úgy gondolok, hogy jó. Hangszereken tudsz játszani, ha igen, milyenen, kérdezi igazából most egy... Igazából csak szaxofonozok, más hangszeren nem játszok. Isten igazából leginkább az a legnagyobb öröm számomra, hogyha igazából énekelhetek, és az éneklés az nem is az maga az éneklés a dallamvilág miatt, hanem hogyha olyasmiről énekelek, hogy amit el szeretnék mondani. Ez nagyon lényeges, ha valaki a honlapomra is felmegy, ott fogja látni, hiszen én leírtam a rövid kis bemutatkozómban is, hogy nekem nagyon fontos az éneklés, de nem azért, hogy énekeljek, hanem azért, hogy közölni tudjak érzéseket, mondani valókat. Tehát ez miatt is, ez nagyon-nagyon jó leső, hogyha esetleg egy olyan gondolatot el tudok énekelni, ami valakit szíván talál, és ő is úgy érzi, hogy hoppá, ez neki is mond valamit. Tehát
mindegy, hogy most gondolatilag mond valamit, vagy érzelmileg, az a lényeg, hogy eltalálja azt a valakit, és ez miatt igazából nem is a hangszer annyira a legfontosabb számomra, mint maga az éneklés, és az is csak azért, hogy közölni tudjak érzéseket, gondolatokat. Igen, és mivel te írod a szövegeket, még jobban átjönnek az érzések. Pontosan, hiszen csak az jön a szövegből, amit igazából én gondolok, és amit érzek, és amit igazából közölni szeretnék. Így van. Mindenkitől meg szoktam azt kérdezni, ha lenne három kívánságod, mi lenne az? Lenne három kívánságom, hát ilyet még senki nem kérdezett. Az egyik kívánságom az szoktam mondani, hogy drága feleségem, hogyha még van ilyen halálon túli élet, hogyha szoktam neki mondani, ha még ezerszer születünk meg, akkor ezerszer jöjjön hozzám. Mert úgy gondolom, hogy olyan főnyeremény. És hát a családom az olyan legyen, mint most, a drága kis fiammal, a drága feleségemmel, ez lenne az egyik kívánságom, ez lenne a legfőbb. A másik az, hogy egészséget adjon hozzá a Jóisten. És hát mi lenne a harmadik? Hát valami utópisztikus dolog, valami olyasmi, hogy szeressük egymást, ne gyűlölködjünk. Így van, az egész világ szeresse egymást. Az volna a legjobb. Tehát annyi bosszú, háború. Most is ma láttam a hírekben, hogy Amerikából valami bárba lövöldözések voltak, 50-en haltak meg. Szörnyű, hogy mi van itt. Igen, ezért leginkább szoktam mondani, hogyha valaki még csak most kezdi hallgatni a dalaimat, sokszor rávilágítok a szövegekben problémákra, de mindig igazából azt szeretném hangsúlyozni, hogy a szeretet az valahol mindenek fölött kell, hogy legyen. Hát az a legfontosabb. Igen. Béke, szeretet. Van is az a dalod, hogy hit, ren, hit, béke. Igen. Az a magyarnak lenni jó. Magyarnak lenni jó dolog. Igen. Az nagyon-nagyon szép dal, tehát egy kedvenc. Igen, az is erről szól, igen. Pontosan. A reklámban azzal is helyezem be a reklámot. Így van, pontosan így van. Nagy, nekem nagyon tetszett. Szép, lassú, de sok mondani valója van a dalnak. Na, még nézek egy frissítés, hát ha érkezett még kérdés, hiszen ennyi született 10 perc alatt. Hát nagyjából ennyi kérdés érkezett a kedves rádió hallgatóktól. Mit szeretnél zenni még a hallgatóknak, még elmondani, kiegészíteni a beszélgetést? Hallgatóknak azt tudom mondani, hogy ha tetszik a dalom, akkor másokkal is hozzák meg, hiszen akkor még több emberhez jut el, és úgy gondolják, hogy szívesen látnának bárhol, akkor mondják el olyan helyen, fórumokon, ahol ennek foganatja tud lenni, hívjanak meg minél több helyre, így nagyon szívesen megy. Úgy legyen, sok sikert a továbbiakban, várunk Erdélybe kirándulni, koncertezni, itt jó. Oda különösen nagyon szívesen megyek majd. Majd értesítsél, hogyha jössz tök, hát amíg... Mindenképpen. Rendben. Hát nagyon hamar vége lett ennek a műsornak, most kezdődött, és már is a vége felé tartunk, még lesz egy dal, a Hello, Szia, Csumi, ezzel szeretném zárni a ma esti műsort, és megköszönni neked, hogy itt voltál, beszélgettünk, és jobban megismerhettünk tégedet. Én köszönöm, és akkor így a beszélgetés végére én is azt tudom saját dalom címadó címével mondani, hogy mindenkinek a ma estére és a továbbiakban is Hello, Szia, Csumi, na puszi mindenkinek, székelyek, magyarok és mindenki. Sok szeretettel, én Molnár Zoltán voltam. Robi, nagyon köszönöm a meghívást. Bármikor, én is köszönöm. Rendelkezésedre állok. Sziasztok! Szia, szép estét, minden jót! Szép estét! Erőt, egészséget és boldogságot neked és a családod számára. Mindenkinek ugyanezt kívánom. Sziasztok! Szia! Kedves Gyergyői Széke Rádió hallgatók, Molnár Zoltánt hallhattátok. Remélem, hogy tetszett a műsor, tetszett a beszélgetés, és többet megtudhatok, megtudtat,
hallottok őróla. No, hát nagyon nehéz szó. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és akkor jön Molnár Zoltántól. Hello, szia, Csumi! Itt a Gyergyói Széke Rádióban. De ne menjetek sehova, hiszen e műsor után kezdődik a Kívánság műsorra, és lehet kérni jobbnál jobb dalokat, akár Molnár Zoltán dalokat is kérhettek. Na és akkor szóljon, hello, szia, Csumi, itt a Gyergyói Széke Rádióban, ezt követően Kívánság műsor kezdődik.